De már az elején is szó esett, hogy a fenntartható fejlődés és a fenntartható magyar városok működésének az alapja az, hogy egy fenntartható gazdaság legyen. Az első körben, illetve az első előadást Szenefei Balázs fogja tartani, főpolgármester helyettes úr Budapest város önkormányzatnak a részéről. És megnézzük azt, hogy vajon a főváros tekintetében mi az, hogy fenntarthatóság, milyen tervek vannak, mennyire tud esetleg zászlósfejék halóként jelen lenni Budapest az ország életében, vagy mennyire tudjuk feloldani azt a feszültséget, amit nagyon sokszor értékelnek úgy, hogy két részre bontott ország van, a főváros és a többi magyar város. És ezekről fog nekünk beszélni Szenefei Balázs főpolgármester helyettes úr. Átadnám a szót. Köszönöm szépen a mikrofont, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük szépen a meghívást, és hogy itt lehetünk önök előtt, és beszéltünk ennek a gyönyörű városnak a fejlődéséről, fejlesztési elképzeléseiről és életéről. Hát van miről beszélni, háló jó égnek, nem volt ez mindig így. Én magam város fejlesztésért vagyok felelős, ebbe beletartozik az uniós projektektől kezdve a 4-es metró befejezésén át, a további nagy projektek, városépítészet, területrendezés, településrendezés, hiszen Budapest az nem csak területi önkormányzat, hanem települési önkormányzat, úgyhogy eléggé nagy kihívásokkal küzdünk nap mint nap, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes feladat, és ha megnézzük, hogy az elmúlt 4 évben azt elértük, hogy a város működőképes maradjon, és emellett párhuzamosan itt fejlesztjük is, akkor azt gondolom, hogy talán nem végeztünk olyan rossz